Nagyszombaton a debreceni Főszékesegyházban délután 5 órakor kezdődött a nagy alkonyati istentisztelet Szent Bazil liturgiájával és felnőtt kereszteléssel. Az első századokban a katekumenek, a hitjelöltek ünnepélyes keresztelését a nagy ünnepek, húsvét, pünkösd és vízkereszt előestéjén tartották. Régen ez volt a húsvét szertartása, a feltámadás ragyogó fényének vigiliája. Éljük át mi is a pokolnak és menj nekem a feszültségéből fakadó örömünket, hogyha valóban merjük engedni magunkat az olykor értelmetlennek, olykor megoldhatatlannak, feszültnek és bizonytalannak látszó életünkből belehullani az Isten végtelen szeretetébe és gondoskodásába. Ma pedig tanít minket arra, hogy ne teremtsünk magunknak pokolt itt a Földön, hanem szerezzük meg ma az Istenbe vetett bizalmat, az emberi élethez egyetlen méltó életformát, az Isten nyugalmát. Az Úristen nyugalmára is megtanít, nem hagyja nyitva a kérdést. Hiszen arra utal ma, hogy ne legyünk fölöslegesen bebiztosítók, életvitelszerűen teljes biztonságra törekvő, mert az ilyen ember, mint a fény nélküli növény elhal. Ne legyünk állandóan ellenőrei életünknek, terveinknek, működésünknek, mert az állandóan szűrő alá tett folyadékban fönnakadnak a drága, értékes ásványi anyagok. Ne fosszuk meg magunkat az élet színességétől, hanem merjük elfogadni, hogy ezen a nagyszombaton azért tett rendet az alvilágban, hogy legyen rend most itt közöttünk. És ez a rend úgy születik meg, ha látom, hiszem és akarom is, hogy a gondoskodó Isten keres, és tartja az ölét, és kiáltja nektek, nekünk, hogy ne engedjük magunkat saját tehetetlenségünk között őrlődni gyarlóságainkban, hanem engedjük meg, hogy vonzon az ő halálával megszerzett minden tisztává tevő bűnbocsánata. A nagyszombatnak a nyugalma nem az Isten pihenése, hiszen ezen a napon a hagyomány és hitünk szerint az Úristen rendet tesz a pokolba. Ez nem egy teológus kifejezés, hogy rendet tesz, de talán mai életünk fontos, erős mondata, hogy gyere Istenem, tegyél rendet az alvilágban, mert itt a Földön működik az alvilág.
gyermekkori vágyam teljesült most igazából, mert engem nem kereszteltek meg gyermekként, és mindig nagyon szerettem volna, hogyha megkeresztelnek. És egy ponton, amikor teljesen összekuszálódott az életem, akkor egy kolléganő mondta, hogy jöjjek el vele ide a görögkatolikus templomba. És eljöttem, és azt a nyugalmat, azt a szabadságot, amit éreztem, azt el sem tudom mondani, az egy áldás volt. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy így felnőtt fejjel is, igenis szeretnék megkeresztelkedni, mert bár egész életemben hittem, hogy megkeresztelés nélkül is szeret engem a Jóisten, de valahogy azt éreztem, hogy hívott magához, és szó szerint úgy alakította az életemet, hogy kinyújtotta a karját felém, és ezt a kezet nekem csak el kellett fogadni. És most, ahogy ott álltam, érezve ezt a végtelen szeretetet, ezt a végtelen gondoskodást, azt tudom mondani, hogy teljesen meg is változott az életem. Az, hogy beléphettem egy országba, ahol a végtelen szeretetet érzem, és ahol a végtelen szeretetet hívők között rendszeresen megélhetem. Ez mindenképpen megváltozik. Mindig éreztem a lelkem mélyén egy kis hangot, ami hívogatott. De sajnos nem olyan családból származom, ahol akár egyszer is a templomba jártunk volna. És ezért meg kellett érnie annak a gondolatnak, meg a lelkemben annak a döntésnek, hogy én templomba szeretnék járni, és hogy engem igenis úgy érzem, hogy Isten hív. És amikor először templomba léptem, és eljöttem egy misére, akkor végtelen nyugalmat éreztem a szívemben. Valahogy úgy éreztem, hogy hazataláltam. És talán emiatt. Azért, hogy ebbe a nagy családba tudjak tartozni. Ezzel is bizonyítsam, hogy szeretem Istent, és biztos vagyok benne, hogy ő is szeret. És ez is egy bizonyítéka annak, hogy én ide tartozom. Az emberek hálásak azért, amiük van. Ezt a mai életben nagyon-nagyon ritkán tapasztaltam meg, hogy az emberek örülnének annak, amit kaptak, értékelnék azt, és azt látom, hogy az idejáró emberek, azok végtelenül hálásak azért, amik van, és képesek megköszönni, amit kaptak. Yeah.